Now turn up. Sziasztok! Ma, minap ismét kelten a szerelésmentes nap lesz. Én szombaton akarom mondani. Szállingózik szépen a hó, és hát mert az előbb elég jó esett úgy, hogy arra gondoltam, hát nem tudom mennyire érdekel titeket ez, mennyire se, de hát most ezt fogom végrehajtani. Itt hátul van egy kis magyarósom, és nem is magyarós, egy kis magyarobokor, és akkor annak a környéket akarom kitisztítani, mert elég jó fölvelte a gaz, nyáron nem férek oda Damilossal se, elég sűrű bokor van ott, bokrok, azt a részt akarom kipucolni. Hát tudom, nem szereléses videó, nem is 151-es Robi, semmi ez, semmi az, de hát most erre futotta, már nem is az, hogy erre futott, erre van időm. Az előbb elég a szakadt a hó, ugye bejutani meg már nem volt kedvem, mert azért, hát ahhoz képest, hogy mínusz 10 valahány fokot itt jósoltak, nem tudom hány fok lehetett reggel, de szerintem nem volt, talán mínusz 2, ha volt. Este, amikor jöttünk haza melóból, akkor volt mínusz 2, úgyhogy nem hiszem, hogy bejött ez, ha csak valamerre nem, de nálunk nem. De itt jósolták, szibériai hideg, meg itt valami, nem tudom, hol éltek ezek az emberek akkor, mikor még én gyerek voltam, még akkor a mínusz 20 fok sem volt, furcsa. Most már a mínusz 6 fok, szibériai hideg, nevetséges. Na mindegy. Akkor hozok egy kapát, azt nekiugrok. Tehát színhelyére gyaloglunk. Itt van egy kis ilyen, látható itt már messziről, ez a kis sarok. Eléggé jó elbúrjánkzott itt a növényzet. Itt magyaró, birs, mi egymás van. Különböző fafajok. És többek közt is szilvafa magoncaim. Ugye ők azok a kis szilva magoncok. Hát amiket azért ültettem ide annó, hogy ezeket majd szépen ugye kajszi varackkal beoltogatom, vagy valamilyen szilvával, de aztán itt maradtak, szépen nem oltottam be őket. Tehát egy csomót már kivágtam innét, vagyis nem innét, hanem a onnét. Innét a kis utat, egy kis ösvényt hagyva itt, ez végig tele volt mirabolannal, ezeket kivágdostam innét. Na, és akkor itt van hasonló felépítésű kis sarkom, úgymond. Hát ezeket azért hagytam meg, tényleg itt van kis őszi barack. Ugye ezek őszi barackok. Akkor van bent ugye szilva, ők a szilvák, ez a hosszú szilva, sima kék hosszú szilva. Ez már egy kis oltványom itt, de hát ugye szegényem itt benne a dzsungelba. Itt nem igen tud, itt sok sinylődik. És ez van, és egy magyaró bokor, szintén magyarót azt szeretem, szeretjük, különböző, egy normál dió és egy fekete dió mellette, szépen itt figyel, meg itt a kert mellett még akkor ültettem fekete diókat, ezek a kis fekete dió csemeték, ezek hát ilyen újjamnyi vastagságúak, kb. Ilyen 2 évesek, ezek ugye mind magoncok. Továbbá itt van még egy normál dió, ezek mind magoncok. Ugye ez már kicsit vastagabb. Hát ugye itt is a teteje már beleég ezekbe a magonc őszi barackokba, amik csak ugye eltek ültetve ides, aztán valami lesz belőle. Úgyhogy ezeket majd likvidálnom kell innét. Ezt a sarkot ki kell pucolnom normálisan. Legyen itt egy kis könnyebben tudjak kaszálni. Továbbá még bököttem le ide ezeket a, hát meg nem mondom milyen nevük, ezeket a tüskés ilyen sövénynek szokták. A sövény van belőle nevelve, hát kint van a ház előtt egy darab. Ezen voltak, most nézem, látom, leszedegették a rigók, vagy a madarak, ezen voltak ilyen, most lekucolom a havat róla. Egy kis piros bogyós termése van, de ahogy elnézem, szépen a madárkák innét leszedegették. Hát ugye épp ezért is van ez ideültetve, hogy a madarak itt jól érzik magukat, meg a ház előtt is láttam, már csipegetik, úgyhogy mondjuk ott az utca fronton van, ott lehet, hogy nem annyira tetszik nekik az a terület, mert ugye járnak, jönnek-mennek az autók, de szerintem hozzászoktak ez a dologhoz. Tehát na, ezt akartam mondani, hogy ezeket csak simán ugye lebögtem ide. Tehát semmi extra nincs, simán le kell bökni ezt a fajta valamit, meg nem mondom, ez is látom örökzöld, de annyi tüske van, hogy meg nem merem fogni, mert úgy bök, mint az állat. Ugye ezt szoktam ezt zágni, jó méteres szálat,
és akkor ilyen, mit tudom, 25-30 centis darabokat eldarabolom őket, és így, ahogy van, lebököm ősszel, és tavaszra szépen meggyökeresedik. Hát ezt csak ide böktem, ugye volt több szál is, de most meg nem fogom őket, mert úgy böktélek. Itt van egy kisebb is, látom. Ugye attól függ, mikor bögtem le, hogy mennyire tudtak itt fejlődni. No de, a tárgy az, amit mondtam, hogy itt van egy kis mogyoró. Ez egy oltvány. Egy mogyoró látható. Hát szegényen benne itt a dzsungel közepén. Ez kéne kicsit itt nekem, hogy tavasszal itt normális fény kapjon, napsütés, mi egymást szépen tudjon már itt fejlődni. Tehát ezt a rész kéne, ezt a dzsungelt, ezt a nem is tudom milyen növényt, úgy, de utálom ezt a növényt, ezt a sásos fű, nem tudom milyen neve hivatalosan, de ez egy kiirthatatlan, ezért már gyökerestül kiszedegettem, mindig végigkapáltam, de hát látható, maradt benne egy kis darabka, és ugyanúgy elszaporodott. Továbbá itt van egy kis szilvaoltványom, és ez tavaszi oltás, itt az oltás helye. Ugye ezt szépen tavasszal innét szerintem ki is viszem, szegényen a sillődjön itt, és akkor ezt itt lecsipem, többe, ne villánsága legyen, és akkor a tetejét is majd vissza kell csipnem, mert látom itt már van ágazva össze-vissza, úgyhogy vagy pedig ezt a két kis mellékágat egy-két-három szemre visszacsipem, és a tetejét is visszacsipem egy 3-4 szemre, kettőre akarom mondani. És aztán fejlődjön. A törzsmagasságot ott meghatározom, tehát akkor itt lesz a törzsmagasság, ugye ennyi, és akkor innét kezdődhetnek az ágak. Jó, na de, akkor nekiállok ennek a dzsungelírtásnak. Jó, hát itt látható, itt is ugye ez a fű, hú, ez egy mocskos egy fű, ez igen, ez ugye majdnem egy 80 centi magas, mikor meg van nőve, úgymond most ugye már le van rohadva, vissza van rohadva, a hó egy kicsit lenyomta, már amennyi hó esett, úgyhogy sötétedik el, hihetetlen, szép fehér a táj, hát fehér, fogjuk rá, úgyhogy folyamatosan esik a hó, ritkaság számba megy, tudom, hogy télen esik a hó, de hát arra is lehet látni, hogy micsoda sötét felhők vannak, úgyhogy szerintem lesz itt még hó. Lesz itt még hó, pedig nem mondtak nagyon havazást hétvégén, inkább hideget, de hát mindegy, inkább hó essen, mint a mínusz 10 fok. Hát végeztem is a dologgal, nem nagy vasszis volt ugye, na itt ez a kis úgymond tanösvény, ugye itt végig lehet látni iskolába be voltak ültetve, hát én már egyik videón mutattam is, a mirabolánok, francia barackok, akarom mondani őszi barack magok és hosszú szilva magok, tehát ezek szépen itt már ilyen fákkal fejlődtek, sőt ugye egy-két mirabolán azért, amit meghagytam, látható egy elég szép termetes fa, elég szép lombja van. Csak hát ugye itt a gesztenyefák tövében, itt nem biztos, hogy sok jövőjük lesz, mert a gesztenyék ugye el fogják tolni. Őket épp ezért is vágtam ki, meg már ugye oltani, de ugye már nagyon sok helyem nincs. Azért is vannak itt az oltványaim itt még úgymond a helyszínen. Aztán, ha lesz úgymond pusztulásom, száradásom, mi egymás, akkor kiviszem őket a helyszínre, majd kiültetem. Na hát itt van a kis magyarólligetem, ugye ezt mutattam már többször is. Szépen most már itt látható is a gesztenye alatt is, már kaszálnom nem nagyon kell. Szépen a lomb eltakar minden, a lomb lehullik, mint egy erdő. Ezért szeretem ezt a kis sarkot, mert ez ilyen kis erdősítve van, úgymond meg van hagyva egy kis erdőnek. És ez tetszik nekem. Ugyanúgy meg van hagyva ott bent is. Legalábbis ezt a részt még úgy akarom. Ez a rész még úgy így akarom megoldani. Itt is vannak már különböző fák. Ugye az a kis oltvány, kajc, őszi barack. Az a héj aláoltás, ugye elszárad sajnos, itt lehet, hogy a fény hiányában nem bírta. Úgyhogy ezt ki fogom likvidálni annét. És már ültettem ide különböző, ezek a ledícsia, vagy minek nevezik, ez a ilyen hatalmas tüskéi vannak, látható. Gyönyörű szép tüskéi nevezt, hogyha úgy van. És ezt is magonc kis fácskák, ebből van itt két fám. Akkor ott van arrébb egy kisebb fa, azt most itt nem tudom kamera messze, mennyire tudok rá fókuszálni, mennyire se. Most át kéne mennem a kertem, mert ugye itt van egy kis közkertem.
Hát nem tudom, most meg nem mondhatom, hogy ennyi ráközelítettem, hogy melyik a lombja. Na mindegy, úgy van egy ugye narancseprem, vagy majomagy, kinek, ki minek ismeri. Hát még elég picike kis félméteres, 60 centis fácska. Tovább ott is lesznek fekete diók. Kőrisva, mit tudom én még, mogyoróbokrokat is ültettem közbe. Tehát ilyen kis vegyes koktél. És persze itt a bambuszok árnyékában. Itt szépen a bambuszok árnyékában egy kis erdős liget lesz itt sarok. Hát amíg vannak ott ezek a... Van egy kajszim, a legelső oltásom szegényem. Az eléggé odáig van. Úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb likvidálnom kell. Hát azt nem is tudom, hány éves korom voltottam. Szegényem ugye, hát akkor még odaültettem. Akkor még, mikor így megvettük ezt a telket, ezt a házat úgymond, akkor még itt nem volt semmi. Akkor még itt egy, hát vannak képeim róla, egy csupasz udvar volt, amit csak fűnyíroztunk. Egy komplett, füves, csupasz udvar, akár hiszek, akár nem. De hát azóta egy kicsit eltelt egy pár év, jó pár évtized inkább. És nem úgy akartam mondani, nem jó pár év, hanem csak évtized, nem jó pár évtized, évtized, pár évtized. Tehát azóta egy kicsit megváltozott itt a környék, az én belátásom, meg asszonypajtása, hogy nekünk így tetszik. Nem szeretem a kopár udvarokat, mi egymás, ahol nincs semmi. Legyen egy kis árnyék, legyen egy kis friss levegő, mert ugye a fák azért van, melyek tisztítják a levegőt, meg hát a közérzet. Sokkal nekem jobban tetszik ez a kis bokrosabb, fás udvar, mint a tényleg egy kopár, se egy árnyék, semmi, nincs csak füvet nyírni, nyáron az jó van. Na. Tehát akkor így alakult ez az egész. Hát nem, nem volt nagy munka, azt nem mondom, hogy hatalmas meló volt. Ugye kutyusunk is itt segítkezik ebben. Itt szaglászik, mi egymás hátra talál valami egered vagy valamit, de hát ugye nem volt. Így kipucoltam. Most azt néztem, hogy lehet, hogy eddig nem láttam, hogy itt alul törőlhajt egy kis veszőt hozott, szerintem az tavaly hozta, most már tavaly ugye. Lehet, hogy ezt ki is kell csipnem onnét, mert ugye az oltalány onnét jön ki. Itt van az oltalány, itt az oltás, itt, és ez már, ez a másik, ez már törőlhajt jött ki. Tehát ez vad. Most vagy megpróbálom azt beoltani. Tehát az a baj, ennek még olyan kis silány ágai vannak, ugye látható. Nagyon silány, talán most itt egy kis levegőhöz jut, fényhez. Talán kicsit összekapja magát, vagy pedig azt ki kell vágnom onnit azt a vadat, mert el fogja húzni. Tehát nem, oda fogja tolni az erőt, nem az oltványba. És azt fogom csinálni, még itt ezt a részt hozok ki majd metszőollót. Ugye ezeket a zágakat, ezeket a kis fát komplett, ezeket ki kell vennem innét a fenébe, egy kis levegőhöz, fényhez jusson. Továbbá ezt a barackvát, ezt, hát egy régi oltásom ez is, de hát szegényem, ugye már, ugye ide ültettem azt a magyarót, ide van ültetve ez a magyaró, ez véget, majd pár ágát levágtam, hogy azt ne tolj el, azt a magyarót úgymond. Továbbá ugye lehet látni, elég sok ágat levágtam már róla. Macskaméz, nem tudom minek mondják ezt, mézgásodik. Tehát én ennek a fának ugye sok jövőt nem adok. Úgyhogy lehet, hogy tavaly év volt az utolsó éve, amikor még termett. Lehet, hogy kivágom tőből innét, mert akkor legalább levegőhöz, fényhez jutnak itt a kis fáim. Az utódok, úgymond a nemzedék, az utónemzedék. Hát ez meg ugye megy a tűzre. Na és akkor itt beakadt ide. Azért mondom, van tüskés ez a valami, ez úgy össze tud akadni, hogy hihetetlen kis fát. Ezeket is vissza kell majd csipnem, ugye ezeket a bokrokat. Nem tudom mi neve, tényleg nem tudom ennek mi neve, de tüskés, mint az állat mondottam. Ezeket is visszacsipem. Hát egy jó 50 centire levágom ezeket a hosszú hajtásait, és akkor tavasszal újra hajt. Ugyanilyen hajtásai lesznek szerintem, mint most voltak. Aztán komadarak jöhetnek ismét csipegetni télen majd idén. Hát meglátjuk, hogy milyen tél lesz persze idén. Hát itt van még egy kis fenyőm. Ezt is folyamatosan nyírom fölfele, mert itt a magyarokban már nagyon belement. Aztán lehet, hogy most jövőre, vagy idén még az alsó ágsort leveszem onnét. Épp lesz egy kis koronája.
aztán lehet, hogy kivágom a fenébe tőből innét, ne foglalja. De mondjuk, hogy sok vizet nem zavar, már ugye elég, tehát nem olyan, mint egy másik lombos fa. Itt az ága, a törzsén nincs annyi ág, össze-vissza tudom szabályozni. Tehát az alsó ágsort leszedem, onnét akkor még maradott egy pár ágsora, aztán mehet fölfele fenébe. Itt meg a magyaroknál, hát itt is lehet, hogy kéne egy kicsit szellőztetnem úgymond ezt az egészet. Lehet, hogy ilyen alsó, ezeket az oldalra növő ágait, onnét tőből ezt a kettőt, ami oldalra nő, esetleg hármat, mert ott már dörzsöli azt a kicsit, látom. Ezt a három alsó ágat azt lehet, hogy lecsipem, vagy tőből lefűrészelem. Azt akkor itt el lehet menni. Lesz egy kis utacska. Persze még a többiben nem növi. Jó, hát egy kis rövid, kis bejelentkezés volt ez. Kis a kertem szögletéből, úgymond. Innét ebből kis dió, mogyoró gesztenye. Ezek uralják ezt a részt, ezt a kis sarkot, úgymond. Hát van itt más is, de javarészt ezek uralják ezt a környezetet. A többi ugye hát gyümölcsfák meg hátul vannak. Itt vannak ezek a csonthéjasok, ezek itt jó helyen vannak. Na tehát, itt a vége, fussá véve. Ennyi lett volna a kis rövid videó. Mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok!